Köszöntöm a VKC televízió nézőit, önök a Budakalászma hírmagazinunkat látják, lássuk először témáinkat röviden. Rendkívüli képviselőtestületi ülés. Több kocsival közlekedik a Hév a Smogriadóm idején. Újévi koncert a Kalász Művészeti Iskola növendékeinek közreműködésével. Budakalászváros önkormányzata a rendkívüli képviselőtestületi ülésen döntött az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén két pályázaton történő indulásáról. A beruházással érintett útszakasz a Téglási András utca, amely Budakalász belterületi központi részén elhelyezkedő gyűjtőút. Az utca közművesítése befejeződött, a szilárd útburkolattal történő ellátását az önkormányzat 2017. évre tervezte. A pályázat keretében a nevezett utca teljes útburkolatának kiépítése megvalósítható. Pest megye területfejlesztési koncepciója 2014-2030 és Pest megye területfejlesztési programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról szóló kormányhatározat értelmében a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások fejlesztései a 2016-2021 közötti időszakban a hazai központi költségvetés terhére összesen 80 milliárd forint célzott pénzügyi támogatásban részesülnek. A kormányhatározat rögzíti a célzott pénzügyi támogatás fő stratégiai fejlesztési irányait is, melyek között az önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése is megnevezésre került. Az államháztartásról szóló törvény, valamint a célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló kormányhatározat alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint támogató pályázatot hirdett Pest megye önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén. Budakalászváros önkormányzata a rendkívüli testületi ülésen döntött a pályázaton való indulásról. Mai napra egy napjelni pont került kiküldésre. Kérdezem, hogy a napjelni ponttal kapcsolatban valakinek van-e hozzászólás részvétele. Ha nincs, akkor kérem szavazzunk az elfogadásával kapcsolatban, kérem szavazzunk. Köszönöm, megállapítom, hogy hét igennel egyhangulag elfogadtuk. Napjelenti pontunk pedig a következő javaslat. Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén kiírt pályázaton történő indulásra. Ez a napjelenti pont lehetőséget teremt arra, hogy olyan utcát tudjunk szilárd burkolattal ellátni, ami egy HRS alatt van. Szóval több kérdés felmerült, hogy miért pont a Téglási András utcát szeretnénk, mert a legtöbb utcánk ilyen tagolt számok alapján van még jelen pillanatban is. Többen feltették, hogy miért nem esetleg a Gerinc utcát. A Gerinc utcának legalább 30 helyezi száma van sajnos, és nem teszi lehetővé az indulást, ezért csak olyan utcába tudunk pályázni jelen pillanatban, ami ugye nincs szilárd burkolattal ellátva, és egy szám alatt van. Ezért találtuk legjobbnak a Téglási András utcának megépítését, hogy ami úgyis gyűjtőútként fog szerepelni a Téglási András utca. Ehhez lehetőségünk van 157 millió forint, vagy 155 millió forint elnyerésére. Erről szól az előterjesztés. A bizottság ezt tegnapi nap megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdezem, hogy valakinek hozzászólása van. András. Köszönöm szépen. Nem közvetlenül a napi rendi ponttal kapcsolatban, hanem amit az előbb elmondtál, pontosan a Gerinc utcával kapcsolatban javaslom ezeknek az utcáknak a felülvizsgálatát és egy helyrajzi számra való vonását, hogy a jövőben esetleges hasonló szituációban ne legyen ez korlát. Elkezdtük már ezt a munkát, egyébként igen, köszönöm, mert valóban nekünk is, hogy is mondjam, észrevételeztük, hogy ez így nem lesz belém szólítva, akkor különböző lehetőségek szempontjából, ezért mi is ezt már elkezdtük. Így ezt örököltük meg, ezen változtatnunk kell. Köszönöm, András. Más hozzászólás? Ha nincs, akkor én az egészet nem fogom felolvasni, mert egész oldal a határozati javaslat. A leírtak alapján kérem, hogy szavazzunk, ami azt jelenti, hogy a projekt
A tervezői költségbeslése bruttó 155.989.737 forint, ebből a bruttó ellenőrköltség 1.905.000 forint, a projekt teljes költsége bruttó 157.894.737 forint. Erről kérem, hogy szavazzunk készfeltartással. Köszönöm, megállapítom, hogy 7 igennel egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm. A támogatás célja az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén. Jelen támogatással lehetővé válik a települési szolgáltatások és a közösségi közlekedési eszközök gyorsabb elérhetősége, a települések népesség megtartó képességének javítása, a gazdasági fejlődés és társadalmi innovációk gyors terjedésének elősegítése, a munkahelyek gyorsabb megközelíthetősége, a településkép javítása, a komfortérzet növelése, valamint csökkenthető a közúti közlekedés okozta környezetterhelés. A szálló porlevegőben lévő magas koncentrációja miatt Budapesten a szmog riadó riasztási fokozata lépett életbe, amit Tarlós István főpolgármester rendelt el. Az intézkedés a környező települések lakóira, így a Budakalászról a nap mint nap Budapestre ingázókra is hatással van. A magas szállópor koncentráció miatt január 23-án reggel 6 órától Budapest közigazgatási területén tilos azzal a gépjárművel közlekedni, amelynek forgalmi engedélyében a környezetvédelmi osztály jelölő kód 01234, vagy amelyek forgalmi engedélye nem tartalmaz környezetvédelmi osztályt jelölő besorolást. A szmogriadóra való tekintettel a csúcsidőn kívüli menetrendben közlekedő vonatok a megszokottnál nagyobb befogadó képességű 3 helyett 6 kocsis szerelvénnyel közlekednek a H5-ös hévvonalán. Karácsony előtt a Kalász Művészeti Iskola tanárainak koncertjével búcsúztak a 2016-os esztendőtől. Most pedig a Faluházban egy újévi koncerttel köszöntötték az évet az intézmény tanulói. A Kalászi Művészeti Iskola idén is megrendezte a már hagyományos újévi koncertjét, melyen a zeneiskolában tanuló növendékek mutatták meg tudásukat. A diákok színvonalas és változatos előadásaikból kiderült, hogy a tehetség, a kitartás és persze a zeneoktatók áldozatos munkái milyen értékeket képesek teremteni. Az újévi koncert az, amikor még csak zeneiskola volt önmagában az általános iskolán kívül, akkor így hagyomány szerint nem működtettük, néha tartottunk újévi koncertet, és aztán, amikor összeházasodtunk a Kalássulival, akkor az ő hagyományukat olvasztottuk ugye egybe a miénkkel, és évekig, 2012 óta, ugye velük közösen a Kalássuli szokásos újévi hangversenyét tartottuk meg, csak hát mi a zeneiskolások is azért sokkal aktívabban ebben részt vettünk, és hát ez a hagyomány ilyen értelemben most megszakad, és a Kalássulitól átörököltük, így zeneiskolai szinten ezt az újévi koncertet, és szeretnénk is majd most ebben az új formában életben tartani, ugyanis mi úgy határoztunk, hogy az együtteseinket fogjuk megmutatni ezen az alkalmon, és minél több együttesünket megpróbáljuk szerepeltetni, vannak szép számmal, de most azért főleg a nagyobb létszámú együttesekre építettünk, úgyhogy a mai koncerten is fellépnek a csellózenekar, ami igazából hivatalosan nem létezik, de a tanárnő, Hédasi Orsoly a tanárnő annyira lelkesen foglalkozik a gyerekekkel, hogy a teljesen kezdőt is összerakja ugye már a tapasztaltabbakkal. Ezt fogják majd látni, hogy legalább 12 csellista lesz a színpadon, és nagyon tündérek már, aki két hangot le tud fogni a csellón, az már benne van a zenekarba. Tehát ők lesznek. Aztán a gitárzenekar, ami most Károné Terek Judit kolléganőm hathatós munkája nyomán kezd újraéledni, és hát ők most egy 5-6 fővel, azt hiszem beteg is van most éppen a gyerekek között, de 5-en vagy 6-an föllépnek egy szép műsorral, aztán utána majd a vonulzenekar fog következni, ami nagyon-nagyon kemény munkával, évek hosszú építkezése során jött létre, mert régen volt vonulzenekara a zeneiskolának, de amikor Kutasi Margit néni nyugdíjba vonult, akkor gyakorlatilag így elpárolgott az együttes, és most Takácsné Nagy Gabriella kolléganőm növendékeiből Ludmány Emil tanár úr, aki most őt helyettesíti egyébként 2 évig,
ő fogta nagyon-nagyon jól össze a hegedűsöket, csellistákat, és ők egy ilyen 9-10 fős összeállításban fognak föllépni, illetve lesz még 4 fős ilyen kamara összeállítás is. A közel 2 órás koncerten a zeneiskola valamennyi növendéke bemutathatta a zenei tudását. A végén a mindenki által nagyon jól ismert és azt hiszem elismert Kamp János Kapella, az iskolának a fúvózenekara, Oszi bácsi, Spátaszkár tanár úr, ugye vezetésével, és volt növendékünk Linda Balázs vezényletével fog föllépni. Nagyon sok nagy növendékünk úgy egyszerre hagyta abba a hivatalos zeneiskolai tanulói jogviszonyt, és visszajárnak ugyan, ugye egy főiskolásokként, egyetemistákként, de azért az már nem teljesen olyan, mint amikor ide jártak, és kötelezettségeik voltak ugye ezen a téren is, de nagyon megbecsüljük őket, hogy visszajönnek, kisegítenek, mert most elég sok a kicsi, és őket most be kell tanítani, és kell, hogy ők fölnőjenek a feladathoz és az irodalomhoz. Úgyhogy a mai este folyamán őket lehet majd hallani. Azt hiszem, hogy mint szokásos izgulnak, bár talán a Kamp János kapellések, az öregek, azok már talán nem izgulnak, ők rengeteg-rengeteg felléptésen vannak túl, ott is talán a kisebbek. Hát ez teljesen normális, ugye van ez a jótékony izgalom. Ez egy kicsit kell is, hogy attól valahogy úgy össze is kapja magát az ember. Túlságosan nem szabad izgulni, de várják, és ugye nagyon sokat készülnek ezek a gyerekek, tehát eleve a nagyon fárasztó mindennapi hajtástanulás mellett ők még nem csak hogy zeneiskolába járnak, ugye, és az egyéni hangszereiket tanulják, hanem még pluszba egy csapatkedvér, még plusz energiákat mozgósítanak azért, hogy létrejöhessenek ezek a közös produkciók. Az egyéni produkció ilyen értelemben picit könnyebb, mert hát magammal megegyezem valahogy, hogy mikor ülök le gyakorolni és mennyit, de mikor egy együttessel kell, egy csoporttal, az nagyon-nagyon sok elfoglaltság és nagyon nagy leterheltség, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, hogy ők ezt megteszik, de azt hiszem, hogy szívesen és szeretettel, és bizonyára most a színpadon is így fog történni, hogy szeretettel játszanak majd nekünk. Az év még csak most kezdődött, a diákok és a tanárok előtt is még rengeteg munka és felkészülés áll. Február 9-én van egy fantasztikus, nagyon nagy rendezvényünk, a 8. országos népzenei verseny, ez az oktatási hivatal és a minisztérium által kiírt művészeti verseny a gyerekeknek, és ez is 3 évente kerül megrendezésre, és a Pest és Nógrád megyei válogatót, mint már sok éve, mindig mi rendezzük. És rengeteg sok jelentkező jött már, most volt a jelentkezési határidő, azt se tudom még, hogy fogjuk ellátni ezt a rengeteg nevezőt, meg versenyzőt, de nagyon örülünk nekik, és ez lesz február 9-én, valószínűleg reggel 9-től este 8-ig, és be lehet jönni meghallgatni ezeket a produkciókat. Még egyet mondanék, aztán a február 20-i kamarazenei záróhangverseny. Ugye az iskolánkat kamarazeneiskolájának tartjuk, és szeretjük ezt hangoztatni, mert mi nagyon sokat foglalkozunk ezzel, hogy a gyerekek ne csak önállóan egyénileg muzsikáljanak, hanem minél többen álljanak össze, és figyeljenek egymásra, és élvezik a saját maguk és egymás játékát. Együtt muzsikálást, úgyhogy ez hetekig tartó folyamat, ilyenkor egész január és február tulajdonképpen ennek a jegyében telik, és ennek a sok produkciónak, majd a legjobb produkcióknak a záró aktusa lesz ez a hangverseny február 20-án. Thank you.
Budakalász madását látták, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan Félidő című műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk. Addig is látogassanak el a www.vkctv.hu oldalra, ahol visszanézhetik korábbi adásainkat, de követhetnek bennünket a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!